Hello, sziasztok! Itt vagyunk újra a Minecraft 1.10-ben a 18. rész, jól mondom, gyerekek? Igen, azt hiszem. Egyik résznél járunk, és most van egy vendégünk is, üdvözöljétek őt, Carmen 366 néven. Sziasztok! Szia, Carmen, szia! Örülj, hogy kapott a nyakasok, jó? Gyorsan a lépben. Na jó, elmentem, sziasztok! Gyulát told már oda, legjobb. Engem itt nem komál senki. Köszönöm. Elmegyek világgal, engem senki se szeret. Tehát még egyszer örülünk neked. És csinálsz, amit akarsz. Okay. Ha Pistinek akarsz segíteni, segíts. Tehát mi most egy olyan projekten dolgozunk, kérlek szépen, hogy meg szeretnénk csinálni az üvegbúrát a falu tetejére. Nehéz lesz, de nem kivitelezhetetlen, ezt már mind, amit látsz, ezt a Gyula csinálta, képzeld el. És még mennyi minden van benne? Azt hiszem, hajjaj. Figyelj, a Gyulára fölnézek. Én is. Eléggé magas ember. Szerintem akkor segítek neki üvegezni. Figyelj, Kálmé, ha gondolod, akkor van itt üveg ebbe a kis ládába. Adnak párat. De ha nem akarsz, nem baj, tehát szét is nézhetsz a faluba, te bármit. Ja, körbevezetlek a szeretném. Segítek üvegezni. Szépen. Mert ugyanis egy... Ezt még a nézők nem tudják, mi már nagyon régen tudjuk, csak marhára el vagyunk vele csúsz. Hát igen. Ez van. Ezt meg kikapcsolom. Ezt nem látja senki. Nem mondod komolyan? Igen! Na, úgyhogy tök jó, van egy Carmenünk, aki itt fog majd rabszolgamunkát végezni nekünk a következő Jö. Három részben. Nem! Au! Ó, ha most lenne kutyám! Jaj, ne! Nyugi, nekem nincsen, csak Katának meg Gyulának van. Igen, nekem van most három kutyám van. Meg Gyulának van négy. Nekem négy? Itt csücsülnek, vigyáznak a... Aha! Azt a rohadt. Tanultál a Pistitől, mi? Szemfelteted a dögöket, úgy? Na, nekem három van, de én ezt egy sárganyakörvese, szerencsétlen meghalt, mert akart védeni egy zombitól. Mindegy. Ebbe a szexbe már csak Lana hiányzik. Aztán lett három, olyan aranyosak. Úgyhogy azóta azokra vigyázok. De figyeljetek, gyerekek, este van. Azt akkor ezzel, azt akarod mondani, hogy már megint aludni kéne? Aha, igen, az. Aj, gyerekek. Jó, aludjunk. Carmen, igen. Szerintem neked még nincsen ágyad. Jól sejtem? Elmennek. Hát, ja. Kéne ágy. Dolgozok. Na, várjál. Megnézem, hogy nálam mi... ha itt azt mondja, hogy... Reston blokkból nem lehet csinálni. Kurva jó. Hát, a fenében. De van egy rakás birkát, csinálj már a Carmennek egy ágyat. Jó, vessél éppen át. Azt csinálom. Azt csinálom. Már van ágy. Vessél neki egy... Már van ágya. Vetettem. Majd megérik, azt akkor lesz. Akkor aludjunk, egy... aztán csinálok neked olyat, hogy kard meg ilyenek. Csúcsú, csúcsú. Engedjél már lefeküdni. Na végre. Már hallom a csontvázatban. Nem baj, majd elég, és kapunk belőle csontot, és tudok szelíteni kutyát. És hogyha Carmen megüt, akkor majd megeszi. Ne! Na, ezt mondja. A szeretet. Az azért, azért. Aha, haldoklik a csontváz, tök jó. Ugye? Ja, itt van a kapunál. Csodálatos taktikusság. De különben ez az üvegbúra, ez tudjátok honnan jutott eszembe. Na honnan? Hát a Simpson családos filmből. Simpson családos? A mozifilm. Ja igen, az olyan jó, azt imádom. Én még nekem még erről a búra sorozat jut eszembe, azt én nagyon szerettem a búrát, az olyan jó volt. Oly, Creeper. Vagy hogy is volt? Azt hiszem a búra alatt volt a neve. Nagyon jó könyv adaptációja. Azt nem tudom.
nagyon szerettem. Na akkor a Carmennek, hol vannak a vasaim? Hova lettek a vasaim? Nem én voltam. Vasaim. Nem én voltam. Fiúk, hol a vasaim? Nem én voltam. Áó! Ja, hogy felrobbant egy creeper, anyáret. Amúgy meg nálam van egy kis vas, hogyha kell. A Carmennek akartam csinálni szét, rucit. Nekem nincsen ruhám, menjél már! Vas rucit. Nekem nincsen ruhám! Hát így jártál! Mi ez a rendszer? Gyere Carmen, hogy... Leugrok innen! Fasza. Van egy kardod. Szép kék. A véremet adtam azért a gyémántél, úgy néz. Ez igen. Na, relikvia. Tehát vas. Esküszöm nektek, itt volt valahol vas. Hol keresgéled? Hát a ládáimba. Ja, hát ott keresheted. Ott nem tudom. Igen? Ott kereshetem? Hát gondolom. Merem feltételezni, valahol ott van. Aztán vagy jók a feltételezéseim, vagy nem? Bazen már én is úgy jövök valamit szívjú ládáját, amire az van írva, hogy meg mit tudom én mi, és akkor tudod ez a szóljatok, ha láttok ezt, meg a ládát. Na ja. És akkor a nézők mondják meg, hogy melyik láda van a cuccos. Az a legjobb. A legjobb, ja, taktika. Igen, így keres, azt mondja, igen, azt mondja, tudod, bemegy a ládákhoz, és akkor azt mondja, hogy majd szóljatok, ha láttok kvart, nyitogos az összes ládát, bazd meg. A láda felének az a neve, hogy vegyes, vagy micsoda. Ja, egyéb, meg vegyes, meg ilyenek. Inkább el sem nevezem a ládaimat, mert rendszerezhetetlen. De csak hát meg ott hagytam az üvegeket, fasza. Na, elindulok én is üvegezni. Lehet üvegezni? Én is jövök. Ahhoz már kéne egy hajléktalanok vagyunk, Pisti. Hát jó, bocsi, éppen most akarok hajlékot építeni magamnak. Csak itt van ez a nagy tűzi játékszóró, cuszli, azt nem fér el a házam. Nem baj, kicsi ház lesz. Kis takaros házikó lesz. Ja. Szépen kőből megépítem, azt akkor jó lesz. Ez lesz a mai résznél nálam a projekt. Részben nálam nále. Csodálatos 13. részembe. Hanyje. Köszön. Na. Eddig jó. Ó, basszátok, hogy mi lesz, kész lesz, halljátok. Hát, addig ezt meghallom. Miért így csináltam? Na látod, ezt csak te tudhatod. Jaj, mert ezt így kell csinálni, azért. Akkor azért. Jó van, Carmen, de akkor itt pontok le a földből. Vagy elja. No, elbontom azt a kis ólat, ami először volt a malacoknak, meg a teheneknek. Arról beszéltünk, hogy a kedves nézőknek akarunk egy kis meglepetés partit csinálni, ugyanis Pisti elérte az bozrediket. Éljen! Éljen! Úgyhogy... Na, azt mondtam neki, hogy akkor azt várhatjuk, hogy meg lesz a 2000-dik. Hát figyelj! Amikor is... Nem adom oda, ezt nem. A tiéd bent van a szobába, kicsim. Bejött a kislányom, kéri a fülest, hát mondom, ezt most nem. Egyszer előbb-utóbb eljutunk a 2000-ig, egyszer előbb-utóbb, de az nem Tobá... most. Persze, persze. A YouTube live-ban jobban haladok. Képzeljétek, ott már 280 ezernél járok, nem igaz? Igen. Bizony.
Nagyon jól haladok. Ez tök jó. El se hiszem. Ez teljesen jó. Nem számítottam arra, hogy ilyen jól fog menni. Azt hittem, hogy csődbe fogok menni, aztán meg... Á, nem tudom, amit csoda folytam, nem. Na. Megoldódott. Látod. Így van, emberek, ebből meg lehet azt tanulni, hogy mindig van remény, bizony. Bizony. Bizony, hogy bizony. No hát nem lesz ez egy nagy ház, de jó lesz. Szép lesz, takaros lesz, aranyos lesz. Szeretni fogja mindenki. Mert aki nem szereti, még az egyszer? Rossz ember. Az én házam nagyon kis cuki lesz, takaros, és mindenki szeretni fogja. Aki nem, az meg nem tudom, az nem ember. Aha. Az nem emberi lény. Hiszen az emberi lényeknek ez a mű tetszeni fog. Márpedig... Nincs mese. No akkor... Nem. Át kéne a ládákat költöztetnem. De azért kérdezzük már meg, hogy... mentő, hogy pontosan mit tudhatunk róla. Igen, Kármen, mesélj valamit. Vendégszereplő. Bizony. Hát, mit is meséljek? Ami jó lesz, tanulsz, drága. Dolgozol. Hát, tanulok még általános iskolába. Aha. 15. Akkor... Igen. Aha. Még mit mondjak? Nem tudom. Jövő szerint. Hova szeretnél esetleg... Hát, informatikus szeretnék lenni. Pocsi! Informatikus. Kell lenni különben. Igen. Szerinted mi kell ahhoz, szerint, hogy valaki az informatika szakmába helyezkedjen el? Hát azért értsen a géphez, tudja kezelni. Hát ez mind kevés. Sőt, ezt már egy irodistától várják el. Na igen, apucikám tudja. Igen, az én párom informatikusként Németország felé, mert nem szabad róla beszélnem, és tehát nem vannak ott munkák, hogy tehát én csak lesek sokszor, még mások ott, tehát aztán. Tehát hatalmas agyi aktivitást igény. Én tényleg valaki informatikus legyen valamilyen szakterületen vagy valahol, ahhoz tényleg, tehát minden nap készen kell lenni. Tehát a dolgokkal kapcsolatban, hogy mindent tudné. Tehát ha véletlenül mondjuk, akkor már ezt potolnod kell vissza. És olyan szinten, hogy és ez semmi köze a szám izének a szám... Tudtam. Hát igen, durva egy világ ez. De van kajám, jó van. De akkor kérlek, egyél, ha éhes vagy. Ettem. Helyes. És azon gondolkozok, hogy az hogy kéne, mert tovább azt a tető részt, de... Emelről még két sorra föl kéne hozni. Látom. Közben alkotok már magamnak egy valszettet. Legyen már úgy cím. Visszatérve az informatikához, még annyit szerettem mondani, hogy ugye az informatikának is van rengeteg válfaja. Tehát nagyon-nagyon sok válfaja van, úgyhogy még azon belül is azért válogathatsz el, hogy pontosan informatikán belül is mit szeret. Nekem egyik osztálytársam programtervező informatikus akar lenni. Hogy bum, én most informatikus. Oké, persze, csak... Csak melyik? Milyen? Miért? Hogyan? Igen. A specializáció, meg ilyen gyönyörű dolgok.
Igen. Hát én kérlek szépen, én ezelőtt, hogyha az informatikáról beszélünk most, nyára a Debrecenben rendszergazdaként dolgoztam, egy általános sportáltalános iskolának. Wow, miket meg nem tudunk rólad is. Betét, aztán könnyes szemmel búcsúztak tőlem, akkor költöztem ide a Székesfehérvára. Úgyhogy ez... Ja, augusztus végén lesz 7 éve. Székesfehérvára? Mhm, uh-huh. Itt lakom. Ott lakom. Nem mondod. De. Jó. Ki várj? Most... És várjál. Ő is live-ozni szokott. Meg én. Hát csak nem Fehérváron laksz, azt mondja, de. De kicsi a világ. Ja, mindenki fehérvári. Hát én azért nem. Úgyhogy én elvileg... És egy gyakorlatilag is. Én meg képvisem a Miskolc-Budapest vonalat. Ja. 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 Zombi bácsi aranyszerelésbe vesznek. Itt a királyfi, melyek megcsókolom. Három királyfi is van. Ja, de jó. Adjunk. Ne. Csont vás. Ja. Az örök szerelem. Hol van akott vissza? Az ágyához. Jó helyre, itt vagyok. Hol jó. Voltak a cuccaim? Ahol meghaltál, kérlek. Hon volt, már leestem. Hát leesett, hát írta, hogy leesett. Azért kérdeztem, hogy hova rakta vissza a játék. Na hát jó, de mi meg arról beszélünk, hogy hol esett le? Ja, ott esett le. Én közben költöztettem a ládáimat az új házikomba, mert én megtehetem. Van itten píz. Van píz. Ez. Hát de még hogy van? Én is lástam. De még hogy van, kérlek szépen? Azt mondja. Vas szerelés, nem? Jaj, hát a fejszémet azt... Ne! Ne robbanj fel a creeper! Ne. TLS ne. Oké, az mennyire jó, hogyha itt van a birkatehén farmon mellett egy creeper, és éppen fel akarja robbantani ezt a történetet. Nem akar azt felrobbanni. Fel akar robbanni, kérlek anyukám. Fel akar robbanni. Szugeráld, de itt meg bejöttek a dögök. Hát én szugerálom, úgyhogy aludjunk. Adok én nektek! Adjam a creepernek is, vagy csalogasd el, vagy nem tudom. Kisebbet! Dick! Kutyák! Amúgy szerintem meghaltak a falusiaink, én azt sejtem. Tehát úgy ez a falu, ez így kezd kihalni. Úgy kell, hogy benépesítenünk a vendégekkel. Szörnyű. Creeper meghalt? A francokat halt meg. Hajrá, Kata, hajrá! Jaj! Meglőttem a kutyámat. Nem baj. Húzzá már innen! Hát nem igaz, hát egy arany izébe. Azt nem is ad neked belőle semmit a dög. Meghalt, köszönöm. Okay, meghalt. Akkor aludjunk, jó? Jól van, nyugodtabb most már. Ki itt ez az ágy? Carmen. Enyém. Akkor gyere, légy szíves. Csicsizzünk egyet, mert... Igen, az ajánlatos. Ki építette kőfalak körbe a kiskertet? Milyen kiskertet? Az ott a háza. A háza. Az ott a háza. Az ott a háza. Jó, mert onnan jönnek kifele. Mi? Mert? Hát én el vagyok átkozva. Nem, csak tök sötét a hely. Egy darab fákjával, igen, egy darab fákjával melószart kezdesz, hallod? Hát még fel se építettem. Az nem baj, csak az a lényeg, hogy
Oké. Ezt mondtam, emlékszel rá izébe is, a barlangrendszerbe. Na ja. De amúgy oda is pakolhat, vagy... 66 fákját úgyis oda fognak spawnolni, nem szóval nem mindegy. Kívülre is. Nem baj. Jó, de végén összeszedjük a fákját, hogy csak hagyd legyen jó világos. Na, van itt még két fákjám. Szépen kifákjálok én is. Ó. Látom, a munkátok már megkezdődtek. Lámpákat akarok majd csinálni. Lámpám a dudá... Méneklem. Ez csodálatos, Kata, ez csodálatos. Valamit. Na, gyertek csak kutyusok. Ó, hol vannak a kutyuskáim? Gyertek, édes van a tesókád. Gyere csak, ide leültök az útra megint. Ide, lábhoz. Csücs, úgy, hol a harmadik? Hol a harmadik kutyám? Amúgy nem, már az előbb itt volt. Ne felejtsd el megetetni őket sült hússal. Nehogy meghalljanak, aztán megint sírás lesz a vége. Ezek bírják. Ja, itt van. Jó van, gyere. Hát jó, én is addig vagyok annyira magabiztos, amíg élnek, tehát... De akkor te is etesd őket. Hát jó, de én nem tudom, mert nem az enyém. De te mit nem? Mivel nem az enyémek, így nem tudom etetni őket. Ja, az... Az enyém meg eltűnt valahogy, szóval... Mint ahogy mindig mindenem eltűnik, szóval... Ja. Fú, gyerekek, ez akkora pro... Egyszer legyünk kész vele. Ah. Vér és verejték. Na jó van, szerintem egy résznek nálam ez most elég is. Hát jó, úgy, akkor nálam úgyhogy, is. Úgyhogy... vendégmunkásunk Kármely elítélet. És mint kiderült, ő is Székesfehérvári, mint ahogy én is. És lányom itt szurkol nekünk. Akkor elmondtuk a kedves nézőknek, hogy megcsináljuk az üvegburát, mint a Simpson család. Ez nem lesz olyan szép kerek, de nem baj, ez csak a miénk lesz. Igaz, hogy megpróbáljuk bevédeni az összes falusit, de hát már nem sok van. A főket valahogy kenyérrel. Ojo, adunk neki kenyeret meg vizet. Ez kedves. Ja igen, meg azt annyit mondtunk még, hogy rendezni akarunk egy bulit. Ja. Pistinek az ezredik súpja alkalmából. 2011-nél jártam, ha jól láttam utoljára. Így van, 2011-nél. Így van. Úgyhogy most én elköszönök tőletek. És én is. Sokára, nem sokára, hát két naponta szoktam feltölteni egy rész, hogy mikor, hogy. De a fiúk még a többiek maradnak, úgyhogy... Na, viszlát mindenki, sziasztok! 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 Sziasztok!